Az ortodox hívek összegyűltek a Szent Száva-templomban, ahol Szent Mise keretében ünnepelték Krisztus születését. Stefan Püspök több belgrádi pappal koncelebrált. Az ortodox egyházban összesen 10 alkalommal, így karácsonykor is, Nagyszent Vazul liturgiája használatos. Az egyházi szertartás után a templom előtt 7000 darabra törték a csesznicát, vagyis az ünnepi kalácsot, amit szétosztottak a hívek között. A gyerekek pedig karácsonyi csomagokat kaptak. A csesznicába 33 aranydukátot is elrejtettek. Az ünnepi kalács több mint 250 kg volt, a tésztát 7 pékmester dagasztotta több mint 12 órán keresztül. Ezt megelőzően az éjféli misét Porfirije szerb pátriárka tartotta meg, valamint a bádnyákot is elégették. Egyébként péntek este nem csak Belgrádban, hanem országszerte összegyűltek a templomoknál a hívek, ahol elégették a bádnyákot, amely a megtisztulás, a jólét és az egészség szimbóluma is.